Tavaszi ízkavalkádot varázsoltak a szervezők a Kossuth térre. A gasztronómiai fesztiválon többféle finomság is jelen volt, de egy feliraton megakadt a szemünk. Muszáj volt kiderítenünk, mi is lehet ez a bizarr nevű töltött zokni. A töltött zokni az egy ilyen kenyértésztába csomagolt finomság, zöldséggel, sajttal, fokhagymás, tejfőle, csirkehússal. Aggodalomra semmi ok, megkóstoltuk, és nagyon finom volt. Tovább haladtunk a street food sétányon, és a sült húsok és lángosok között egy érdekességre akadtunk. Ugyanis nem csupán hazai ízeket kóstolhattunk meg az ízkavalkádon. Mesterszakács segítségével megismerhettük a hagyományos afrikai, brazil, portugál, angolai és zöldfoki szigetegi ételeket is. It's a familiar place. Not too many crowds. It's a friendly place. And also családias a környezet, nincs nagy tömeg, ezért nagyon barátságos ez a hely. Sokat tudunk kommunikálni az emberekkel, ha elmész egy étterembe, ott nem beszélgetsz közvetlenül a vendégekkel. Itt a fiatalabb és az idősebb generációnak is meg tudtam mutatni a színpadon, hogy a mi nemzetközi ételeinket is könnyű elkészíteni és nagyon finomak. A hagyományos magyar ételek is hasonlóak a miénkhez és több európai ételhez. Kivétel egy fűszer, a paprika. A túl sok piros paprika. Szóval hölgyek, magyarok, kérlek titeket, ne főzzetek túl sok paprikával, mert elveszi az étel eredeti ízét. In Europe, yeah, but I've one if is the paprika, too much paprika. So I recommend all the magyars, please. Don't put too much paprika, they're gonna take the taste of the foods. Ha már jót ettünk, jöhetett az ital. Hatalmas buszban, sörök széles választékával találkoztunk. A legenda sörfőzde valóban legendás kézműves söröket készít, egészen elképesztő variációkban. Ami nagyon különleges most, itt ezek közül például az Irish Stout, az egy olyas, mint a Guinness ahhoz hasonlít, egy kellemes kis fekete, egy ilyen béliszes, kávés ízű, nagyon kellemes sör. A zene mellett kellemes volt a hűvös söröket kóstolgatni, a Kossuth térre kilátogató vendégek nem csalódtak a fesztivál hangulatában. Nagyon jók ezek a fesztiválok, hogy összehozzák az embereket, ugye körülnézünk, minden korosztály van, fiatalok, idősek, középkorosztály.